Sziasztok! Az előző évet azzal zártam, hogy lesz néhány újítás a főzőberendezésemen, ebből többet be is mutattam már, és végre lehetőségem van a legújabbról is beszámolni. Ez pedig nem más, mint a gyári keverő lapátnak a cseréje, kiváltása. Ugye ez a gyári megoldás, ez gyakorlatilag egy 30 centi átmérőjű lapos vas, ami ugye itt, hogyha megnézitek a keverő tengelyét, arra ül föl, és egy csavarral rögzítve már is rögzül, tehát gyakorlatilag egy nagyon kényelmes, egyszerű megoldás, viszont a gond az, hogy a gyári lapát egy kicsit talán alulméretezett, nem kever olyan nagyot, mint amekkorát az egyébként 250 wattos hajtóműves motor lehetővé tenne, és ezért is volt nagy lehetőség számomra, hogy az egyik kedves fórumtársunk Endre gyártott néhány propellert ugyanazzal a rögzítési megoldással, így egy az egybe föl tudom őket tenni a keverő motoromra, és ki tudjuk próbálni azt, hogy melyik hogyan viselkedik, melyik lapát profillal, illetve melyik lapát átmérővel lehet a legnagyobbat keverni, a leghatékonyabbat keverni. Ugye itt látható, hogy nagyjából ez az az átmérő, ami a gyári lapáttal egyezik, ez pedig egy kicsit kisebb, ez olyan 25 centi környéke, 23-25 centi, ez 30 centi, és ez is egy 30 centi átmérőjű propelleres keverő lapát. És mindjárt egyesével föl is rakom őket, ugye itt láthatjátok, hogy ez üst már vízzel, próba vízzel megtöltve, a kb. Addig, ameddig az ember a ceferét szokta rakni, bár még egy kicsit lehetne bele tölteni, de mindegy is. A lényeg az, hogy mindegyiket egyesével felpróbálom a keverőmotorra, és megmutatom, hogy milyen örvénylést, milyen keverési hatékonyságot mutat egy-egy lapát, és el tudjuk dönteni, hogy vajon csak legenda, hogy az ilyen propelleressel tényleg nagyobbat lehet keverni, vagy tényleg van értelme kicsit fejleszteni a keverőnket is. Akkor nézzük, ez itt a gyári keverőlapát, tehát ez a 30 centis laposvas, és akkor maximális 100-as fordulaton lássuk, mit tud. Ez pedig már a kisebb propeller, tehát a körülbelül 25 centi átmérőjű propeller keverési képe. Ez pedig a nagy 30 centi átmérőjű propellernek a képe, illetve a keverés eredménye. Hát azt hiszem, túl sok kommentár nem kell hozzá, remélem a videón is átjön, hogy ez a 30 centis propeller, ez brutális. Tehát az a szintű átkeveredés vertikális irányba is, tehát az aljáról a tetejére és onnét vissza, sokkal-sokkal intenzívebb a palást mentén az áramlásnak a sebessége is gyorsabb, úgyhogy egészen nyugodtan kimerem jelenteni, hogy sokkal-sokkal tisztességesebb átkeverést biztosít ez a propelleres megoldása gyári, ugye lapos vashoz képest. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Köszönöm Endrének a propellert. A rossz hír az a kedves nézőknek, hogy sajnos nem egy sorozat gyártott kereskedelmi termékről van szó, tehát ne is zaklassa senki Endrét ennek az utángyártásával, viszont akinek lehetősége van rá, gondolkodjon el azon, hogy a keverőjét esetleg tuningolja ilyen módon, tehát az egyszerűbb lapát profilt ilyen komolyabb profilra cserélve a hatékonyabb keverést lehet elérni, ami egyrészt gyorsíthatja a felfűtési időt,
csökkentheti annak az esélyt, hogy a feneke körül leég a cefre, főleg intenzívebb fűtés esetén, és talán egy kicsit homogénebb a cefre hőmérséklete, és ami pedig ugye az elválasztást segítheti, úgyhogy csak előnye van. Reméljük, hogy a motor bírni fogja, így a telüst víz mellett nem tűnik úgy, mintha kínlódna vele. Reméljük, hogy a sűrűbb cefrével is így lesz. Nyilván a következő szezon során úgy is látjátok még épp eleget. Lesznek főzések, akkor beszámolok a menet közben összegyűlt tapasztalatokkal. Mindenesetre ez most nagy boldogság. Úgyhogy még kicsit hagyjuk pörögni.